Születésnapja alkalmából köszöntötte Sugár Józsefet, városunk szépkorú lakosát dr. Fekete Zoltán polgármester augusztus 7-én. Sugár József 1928. július 13-án született mezőkövesden, ide járt gimnáziumba, az érettségi után katona volt. Ezt követően a mezőkövesdi tanácsi betonüzemben, majd az Áfész betonüzemében kezdett dolgozni, mint üzemvezető, később a Budapesti Ruhaipari Szövetkezet főkönyvelője volt, innen ment nyugdíjba 1988-ban. 1992-ben költözött vissza mezőkövesre. Józsi bácsinak a játékvezetés volt a mindene, ám ő maga nem focizott. Dolgozott újságíróként, cikkei jelentek meg a népsportban, valamint a mezőkövesdi Matyóföld folyóiratban is. Már 19 évesen mérkőzést vezetett, vizsga nélkül, amit később 1954-ben tett le. Nagyon jó egészségi állapotnak örvend, a templomba is gyalog jár, a memóriája sem hagyja cserben, még 90 évesen sem, évtizedekkel előtti meccsekre emlékszik vissza, pontosan megmondja, kik játszottak, milyen eredménnyel. Szeret kertészkedni, Tagja a közalkalmazottak és köztisztviselők nyugdíjas klubjának, gyakran tartanak kártyapartikat. Két lányától három unokája és dédunokája született, ők színesítik meg a mindennapjait.